Nekem eddig úgy az egész EB olyan kicsit ilyen csalódást keltő volt, hogy nem olyan meccsek voltak, nem hozta azt a színvonalat, amit úgy egy ilyen világeseményen, ahogy elindul, és akkor úgy várod. És nekem a tegnapi nap volt az első olyan, hogy úgy éreztem, hogy EB van. Nekünk most, akit érdekel az EB, érdekel a magyar válogatott, nekünk most bízni kell Rossiban, mert hiszen ő a szakember, és már bebizonyította, hogy tud jól dönteni, Persze. hiszen az eredmények is őt igazolják. Ki nyert, miért nyert? Vélemények a sportvilágból. Üljön le ön is a kispadra, ahol még az egyetértés sem kötelező. Köszöntöm Önöket, foglaljanak helyet újra velünk itt a Kispadon, ez a Szolnok Televízió sporttal foglalkozó podcast műsora, és hát ha már sporttal foglalkozik, mi mással foglalkozhatnánk a mai napon, mint a labdarúgó Európa bajnoksággal, ami ugye már elkezdődött, a magyar válogatott pedig kedden debütál majd a Puskás Arénában a portugálok ellen. Itt van mellettem Bede Soma kollégám, nagy sportrajongó kollégám, és itt van velünk Mester Ádám is, akiről nagyon sok mindent el lehetne ugye mondani, a szimfonikus zenekar tagja, a Szolnoki MÁV FC elkötelezett munkatársa és híve és sportoló. Polihisztor. Nagyon sok minden, ami a sporttal és nem a sporttal függ össze. No, sziasztok! Labdarúgó EB lesz a mai téma, senkinek nem tartogatok meglepetéseket, nem lesz sportlövészet, nem lesz balett, vagy semmi más ilyesmi, csak az EB-ről fogunk beszélgetni, és hát ugye egy jó hangulatú, jókedélyű beszélgetést terveztem, amit az is lesz nyilván, de nem menjünk el szó nélkül, és nyilván az egy kicsit szomorú téma, ami ugye az Eriksennel történt. Hál' Istennek, hogyha lehet azt mondani, hogy ilyen esetben happy end lett a vége, de hát azért az brutális 10 perc volt, amit láthattunk. Ti ezt hogy éltétek meg ezt a 10 percet? Néztétek a meccset? Szia Dávid, szia Soma, köszöntöm a nézőket. Néztem, igen, bár mondjuk nyilván azért így két lurkóval már a meccsnézés egy kicsit más, tehát nem tudok főleg a délutániakba így elmélyedni. Néztem, és hát mindig rossz ilyen sérüléseket, ez tulajdonképpen több is volt, mint sérülés látni a pályán. Ugye egy párat már én is átéltem, igen, a pályán, amikor kifordult érthez kellett beruhanni esetleg a kispadról, vagy vérzést kellett elállítani esetleg egy felsérülésnél. Ez azért ennél is komolyabb volt. Én néztem a videókat utána több kameraállásból is, és hát most itt csak találgatunk, de nekem olyan volt, mintha már amikor elindult volna a labda felé, mintha már akkor se lett volna tiszta a tekintete. Tehát nekem olyan volt, mint mondjuk egy ringben, mikor kapsz egy ütést, még nem mész le tőle, nem kávózol egyből, de már tulajdonképpen csak az izmai tartanak, de szinte már nem tiszta a tekinteted. Bocsánat, emlékeztek Fehér Miklós esetére? Hát én még arra nem. Tehát nála is úgy volt, hogy még volt egy pici mosoly is az arcán, és aztán ugye a térdére helyezte a kezét egy kicsit összerogyva, és utána esett el. Igen, nála egy kicsit darabosabb volt, igen, ugye ez. Igen. De olyan volt, mintha először, mintha fújt volna egyet. Igen. Egy kicsit úgy elfáradt. Emlékszem, borzasztó. Nem, hát igen, itt futás közben gyakorlatilag, amint odaért hozzá. Igen, és amint odaért volna a labda, akkor ugye előre esett, mint hogyha meg akart volna állni, és akkor ott már az nem jött össze. Én társasággal néztem, egy vendéglátóhelyen néztem, és nekem azért is volt nagyon olyan furcsa, vagy nem úgy furcsa, hanem én most láttam először ilyet élőben meccsen, hogy ilyen történik, és én kifejezetten nekem a dánok ilyen nagyon, én vártam, hogy a dán csapat milyen lesz, és szerintem ez volt az első meccs az EB-n, amit vagy így játszottak a csapatok, de ez volt ez a dán válogatott volt, akire úgy kíváncsi voltam először, és az első 40 perc olyan csalódáskeltő volt, nem úgy játszottak, ahogy vártam, és akkor úgy beszélgettünk, meg néztük a meccset, és egyszer csak így láttuk, hogy ugye az esést is láttuk, meg hogy körülveszik. És akkor kezdtük el úgy, ott nagyon megfagyott ugye a levegő, és akkor kezdtük el, hogy basszus, mi történt itt, amikor ugye az egyik kamera kép mutatta, hogy fel van akadva a szeme. Igen, és ráadásul én azt még nem is láttam. Én is egy baráti társasággal voltam, de háttal ültem egyébként a tévének, és egy másik helynek a velem szembe lévő tévén csak annyit láttam,
hogy a játékosok közül sokan sírnak, kétségbe vannak esve, és akkor néztem hátra, és akkor már én azt a pillanatot láttam élőben, amikor ugye a dán játékosok körbeállták Eriksent, és csak a játékosok között, a lábaik között, kezei között lehetett látni azt, hogy valaki ütemesen ugye pumpál, tehát hogy élesztik újra, és akkor döbbent meg, hogy úristen, itt meg mi történhetett. Igen, borzasztó volt látni kamerán keresztül is, vagyis hát tévén keresztül is, és igazából hát ugye a csapat egység, tehát egyből közrefogták, ugye takarták is, hogy minél nyugodtabban, tehát ne lásson senki olyat, ami esetleg nem tenne jót a lelki világának, meg hogy nyugodtan tudjanak dolgozni utána már az egészségügyi stáb, az orvosok. Ami még nekem nagyon szívszorító volt ezekben a pillanatokban, vagy percekben, ugye, hogy a feleségét is, bár igen, nem engedték oda, ugye őt úgymond az alapvonalig azt hiszem, hogy beengedték. Ott volt, és akkor Schmeichel meg a... Igen, hogy azt láttuk először, ahogy Schmeichel is rohan oda, és akkor ketten jutassák. Igen, és akkor ők próbálták tartani benne a lelket, szóval ez nyilván borzasztó lehetett átélni neki. Ami már egy bizakodásra adhatók volt mindenkinek, aki esetleg izgult Eriksenért is, hogy már most azt hiszem tegnap posztolta, vagy ma reggel posztolta, vagy videóüzenetet küldött, hogy úgy gondolja, hogy az emberek, akik ezt ott átélték és látták, nekik rosszabb, mert ja, már egész jó van, hogy már menne vissza. Igen, de ugye volt hír is, hogy a nem is tudom, valamilyen alkalmazáson keresztül videóüzenetet már a meccs, tehát az eset után mondta a csapattársainak. Ott talán csak a menedzserin keresztül üzent, vagy ott valami olyasmi. Valami volt, hogy videóüzenetet. Másnap volt a szövetség, rántotta őket össze, és akkor ott volt egy videóüzenet, de az másnap volt, ha jól tudom. Rendkívül sportszerűen viselkedtek a finnek is, én azt gondolom, tehát mindazzal, hogy tapsal fogadták a dánokat. Hát azért így lejátszani egy meccset. Igen, tehát ez hogy, nekik okay, is. Úgy vitték le, hogy akkor már újra életbe volt, de hát az ember olyankor még szerintem nem stabil állapot, és az fejedben azért ott van, hogy úristen, mi fog vele történni. Igen, tehát hát hogy mondjam, tehát persze pontokért, gólokért, trófeáért, éremért. Hát csak ilyenkor látszik, hogy másodlagos. Pénzért játszanak a játékosok, megy a verseny, de meg a hírnévért, de azért ezt olyan jó látni, mikor tényleg, ahogy összeesett a videókon ott van, hogy a finn játékos is kettő egyből mutatja, hogy persze. Befele. Azonnal befele. Tehát akkor megszűnik a csapat, a pályán, megszűnik persze. Azt, hogy milyen az, akkor mész és segítesz, hogyha ha tudsz bármiben is segíteni, úgyhogy ezeket a képsorokat, már ha ilyen rossz dolog történt, akkor legalább ezeket jó volt látni, hogy tényleg szinte egy emberként éreztek a játékosok, a szurkolók is, ugye voltak szurkolók is, akik egyébként elsírták magukat, őket is. A filmek is. Nem viselte ez nem könnyű. Nem könnyű utána visszamenni a pályára, hát ugye volt aki sürgette volna jobban a játék folytatását. Na, ezt hagyjuk is ezt a részét, mert az... Én azt gondolom, hogy ha már ilyen eset történt, akkor tulajdonképpen még, ahogy te is felvezetted, végül is úgy néz ki, hogy jól alakul a vége. Hát kívánjuk neki, minden, szerintem mi szólnak róla mindannyian, hogy minél hamarabb felépüljön, és vissza tudjon jönni, mert ugye még ez sem biztos, mert hát, ugye az olaszoknál, hogyha szívvel az olasz törvény alapján nem játszhat. Olaszország, hogy ott úgy tűnik, hogy ott nem. Hát, de ugye itt felmerül az is, hogy ő már egy 29 éves játékos, ugye akarja-e kockáztatni? Igen, hogy ez megéri-e kockáztatni még egy 3-4 év karrierért. Hát most nyilván rosszul hangzik, de gondolom anyagilag rendben van. Tehát most aki és az a 29 éves, ez még egy érdekes adalék, ha jól emlékszem, 109-szeres válogatott 29 éves korában. Igen. Az komoly. Az egy elég komoly szám. És arra leszek kíváncsi egyébként, hogy ez az eset, ami végül happy end, ez a dán válogatott játékosainak mit fog adni? Szerintem semmit. Én ezt mondom, hogy én nagyon vártam ezt a dán csapatot, mert ugye, mint ilyen nemzetközi futballrajongó, rengeteg jó játékosuk van, viszont már az első 40 percben is olyan volt, ezt szoktuk, szerintem már láttunk azért annyi ilyen világversenyt, hogy vársz egy csapattól valamit, de ha látod, hogy nem tudják azt nyújtani, akkor azért, főleg az ilyen kis csapatok, mert jó, ott vannak a nagyobb csapatok, akik formába lendülnek, de a kis csapatoknál úgy szerintem többnyire akkor az úgy is marad.
Itt meg még jött ez is, hogy azért csak tényleg a csapatkapitányuk, a 109-szeres válogatott legjobb játékosuk Eriksen kiesik. Hát... Elkezdenek érte játszani pluszba. Hát, lehet, egyébként lesz egy ilyen jó, érte elkezdenek játszani. Lehet, hogy érte elkezdenek játszani, de tényleg túl vannak a finn meccsen. Most jön egy olyan orosz válogatott, aki kikapott ugyan simán Belgiumtól, de bennük még mindig jobban bennük van az, hogy jobb teljesítmény nyújtsanak, mert vannak jó játékosai. A belgák szerintem meg azokat most ebből a csoportból senki megszorongatni se tudja. Hogy érdekes, hogy csak a dánokról beszélünk, de mondjuk ha már belgákat mondtad, ott van ugye Lukaku, aki szintén csapattársa Eriksennek, vagy Eriksennek, bocsánat, és ugye neki is azért úgy kellett pályára lépnie, hogy történt egy ilyen a csapattársa. Gól örömnél, ha jól tudom, az első gólnál ugye a kamerában valamit neki üzent. Igen. Hát ezek amik a sportban, ezek a plusz dolgok, amik nagyon szépek. Hát ha már így a csoportnak a mérkőzését, meg eredményeit is elkezdjük így boncolgatni, én meglepődtem, hogy az oroszok ennyire simán igen. Egyébként kapituláltak. Nem tudom, a dánokra meg visszakanyarodva annyival, hogy mondjuk tényleg az Eriksen bejelentkezik. Taktikai, vagy a utolsó 10 perc, amikor már kifutnak a pályára, és akkor bejelentkezik egy videóhívással, és azt mondja, hogy barátaim, srácok, nyomjátok, ki tudja, mit adhat nekik, mert azért eltelt már jó néhány hónap, de azért a Szalai Ádámnak megnézem az izland elleni lelkesítő beszédjét, akkor azért én még most is azt mondom, hogy gyerünk, nyomjuk meg még egyszer. Tehát, hogy ki tudja, hogy mit adhat nekik. Úgyhogy én azt mondom, hogy nem írnám még ennyire egyértelműen le őket. Én a mérkőzés előtt, én azt mondtam, hogy szerintem, ha nem is simán, de viszonylag biztosan behúzzák a dánok a finnek ellen. Én pont attól a meccstől vártam azt, hogy na most itt a dánok megmutatják, hogy ők egy csapat, akivel számolni kell így a csoporton belül. És ezt mondom, hogy én kettészedem a meccset, mert az, hogy utána az 5 perc, meg a maradék 45 perc második féldő, ott már nagyon sok minden rátette a meccsre. Nyilván az már nem ugyanaz a meccs volt, mint igen, ami elkezdődött. Viszont az első 40 perc volt az, ami nekem nagyon csalódáskeltő volt ugye a dán csapattól ahhoz képest, amit elvártam. A finnek ugye hát 100%-os helyzet kihasználással hozták le a meccset, mert tényleg egy kapura tartó lövésük volt, az gól is lett. Jó, de hát ezt mondjuk egy tornán, ezt meg tudod csinálni egyszer. Igen, nem, a finnek... Görögország nem egyszer csinálta meg a tornán. Jó, oké, tehát majd lehet, hogy... Kivétel erősíti a szabályt. De tényleg egyébként, mert most az oroszok ellen nem valószínű, hogy egy góllal akár pontot nem, is de pont szerezni. Ezért érdekes az EB-nek most ez a lebonyolítása, hogy a finnek 3 pontot szereztek, ami nem kevés. Azzal majd, hogy nem és bebiztosították a továbbjutásukat. Már csak jön egy bravúr győzelem, vagy nem győzelem, jön egy bravúr meccs, mondjuk az oroszok ellen, hogy játszanak egy döntetlent, mert szerintem az oroszok erősebbek, mint a dánok. Játszanak ott egy döntetlent, az is csak egy pont. És a csoport harmadikként még mindig sokkal jobb esélye van akkor a másik két csapatnak. Ahol ugye az oroszok az utolsó meccsen játszanak a finnekkel, mert továbbra is mondom, szerintem a belgákat most itt egyik csapat se tudja megverni. Hát igen, ők ugye ez a 3 pont, ez a finneknek ez... Mi a helyzet, bocsánat, De Bruyne-vel? Elméletek most már edz, úgyhogy például ott van az is, hogy lehet, hogy a csoportmeccseken nem játszik De Bruyne. De az egyenes kieséses rendszerben már igen. Egy olyan világklasszissal... Még hozzá tudják rakni, igen. Tudnak hozzátenni, hogy a belgák azok szerintem egy nagy esélyesének az EB-nek, aztán ők is mindig valahogy elrontják. Mert most már évek óta beszélünk arról, hogy ez az arany generációjuk van. Viszont tényleg most vannak ott, hogy most 28 év körül van úgy az átlag életkor a csapatban. Ők most vannak a csúcson. A következő EB-n ott már 32 évesek lesznek, ott azt fogjuk látni, amit most látunk a horvátoknál, hogy kiöregedett egy generáció. Hát igen, a horvát válogatott, ez már ugye egy másik. Hát ők akkor voltak a csúcson. Persze. Amikor nekem volt több barátom is, amikor ugye játszották a döntőt a horvátok is. Küldték a videókat, hogy ott ilyen fesztiváli... Kint Horvátországban voltak éppen nyaralni? Hát igen, azt mondták, hogy ez fesztiváli hangulat van, mert tehát... Na hát, holnap Budapesten is fesztiváli hangulat lesz, abban biztos vagyok. Teljesen mindegy, hogy mi fog történni azon a mérkőzésen, én biztos vagyok benne, hogy egy
egy óriási fesztivál lesz az egész fővárosban. Utána is lévén nyerünk. Így. Ja, persze. Na, a győzelmet meg meg kell. Legyen már egy kis, nekünk is egy kis ilyen visszaemlékezés, egy kis plusz impulzus. Vegyünk már fel a fül, csak hogy mi jut eszetekbe, vagy, vagy mi történik, amikor meghalljátok ezeket a hangokat? Eslenek, és újra Szalainak, és ott a gólhelyzet, és a gól, és a gól! Szalai vezet Magyarország! 550 nap után! Nekem, ami erről elsőnek eszembe jut rögtön, az például nagyon sok sör a nyakamban. Ugye, bocsánat, nyilván ugye a 2016-os Európa-bajnokság első meccsének első gólja volt ez, amin a magyar válogatott végre újra ott volt. Igen. Hát az fantasztikus élmény volt. És azért ott nem feltétlenül esélyesként léptünk a sógorok ellen pályára, és hát nagyon nagy élmény volt. Azt a mérkőzést emlékszem, hogy mi a zenekari próbateremben néztük körülbelül 20 zenész kollégámmal, és óriási hangulat volt. Nyilván ez a gólnál ugye rekedtünk egy pillanat alatt, olyan kiabálás volt. Hát nagy, ezek nagy élmények, meg úgy benne is maradnak, főleg azért, mert ugye még mi nekünk nagyjából egy korosztály vagyunk, kevés ilyen adatot még meg. Tehát én tulajdonképpen én is ezt a 2016-os EB-t azért is vártam, mert én még élőben nem, addig ezt nem élhettem meg, ugye. Hát ugye 86 óta nem voltunk akkor világesemény. Hát én 89-ben pottyantam ki, tehát nekünk is, én is 87-ben, tehát igazából nekünk is ez volt az első. Én nagyon-nagyon vártam, hát utána meg, és azt mondom, hogy az tényleg az meg ilyen ajándékként alakult a csoport, tehát hogy ugye a portugálok ellen is azt itt a Hiltéren néztem, meg körülbelül 2000 szolnokival egyetemben, az is egy nagyon nagy élmény volt. Arra emlékszem, hogy az Izland elleni mérkőzés, azt meg egy esküvőn néztük meg, ahol ilyen, hát tulajdonképpen ceremóniamesterként is, meg barátként is voltunk. És ott úgy volt rendesen megszervezve az esküvő, hogy az azt hiszem 3-tól 5-ig tartott, vagy délutáni meccs volt, 5-től 7-ig. Délutáni volt, igen. 5-től 7-ig, talán úgy volt az Izland elleni meccs, és az rendesen a forgatókönyvben is benne volt az esküvő, hogy meccsnézés 2 óra szünet. Tehát ott a lányok menjenek, beszélgessenek, egyenek, igyanak, gyerekezzenek. De most meccs a férfiak van. Ott elmentek, egy ilyen 35-en néztük körülbelül a mérkőzés, és hát az is tulajdonképpen így egy örök emlék marad, mert... Esküvő. Remélem azt a sporit nem sodorja még egyszer az utunkba a szél, mert attól én kivoltam nagyon. Viszont az csak érdekesség, hogy ott akkor az osztrákok elleni meccs az annyira nekünk, magunkról szólt, hogy nekem például, ez csak most, hogy néztem tegnap az Ausztria-Észak-Macedón meccset, akkor mondták el, hogy Ausztria még sose tudott győzelemmel kezdeni az Európa-bajnokságot. Nem nyert. Így utólag... Ja, nem volt még győz, mert az angolok nem akik nem tudtak kezdeni, az osztrákok még nem nyertek eddig a tegnapi meccsig, nem nyertek. Így utólag, mert hogy mi ezt mondtuk, hogy nem mi voltunk az esélyesei, de még jó, hogy nem akkor kezdték el, hanem 5 év múlva. Igen. Tényleg ez tegnap, ahogy mondták, akkor ilyen teljesen sokkot. És hát nekik is egy óriási nyomás volt rajtuk, meg látszott, hogy és nyilván minden gólnak, minden győzelemnek örülnek a játékosok, de azért rajta volt egy nyomás, tehát hogy azért a macedónokat ott, hát hogy illene megverni. Hát, igen, nagyon masszív csapat egyébként ez a macedón. És nem adták könnyen magukat. Hát hogyha most így beszélünk kicsit így a többi meccsről is, nekem eddig úgy az egész EB olyan kicsit ilyen csalódáskeltő volt, hogy nem olyan meccsek voltak, nem hozta azt a színvonalat, amit úgy egy ilyen világeseményen, ahogy elindul, és akkor úgy várod. És nekem a tegnapi nap volt az első olyan, hogy úgy éreztem, hogy EB van. Mert elkezdődött az angol-horváttal, ami iszonyatos tempóba kezdődött el. Hát rögtön a harmadik percben kapufa hajtottak az angolok, aztán kicsit leült, de úgy továbbra is egy jó iramú mérkőzés volt. Utána jött az Ausztria-Észak-Macedónia, ami szerintem egy kifejezetten jó mérkőzés volt. Ugye ott tényleg ott is ugyanaz, kicsit így bele
éltem magam, hogy az észak-macedónok mit érezhetnek most, hogy az első világversenyük, amire kijutottak, egyenlítenek, a 37 éves Pandev szerzi a gólt. Hát tényleg mind nekünk a Nogera volt, hogy igen. Ugye most őt szorította le a második helyről, most már Gera csak a harmadik legidősebb gólszerző Európa-bajnokságon. És akkor utána jött a Hollandia-Ukrajna, ami meg eddig a legjobb meccs volt igen. Szerintem. Kíváncsi voltam, hogy hogy fog teljesíteni azon a mérkőzésen a Fradi játékos, a Zubkov. Hát olyan sokáig nem kellett sokáig néznem. Sokáig nem volt, igen. Nem volt fenn. Egyébként nem láttam, hogy mi történt vele, tehát, hogy mert azt hiszem a térdére... Igen, ezt beszéltük mi is, hogy kérdezte tőlem Dávid, hogy de mibe sérült meg, és mondom, hogy viszont én néztem, de nem tudom. Az rémlik, hogy a kommentátornál azt mondja, hogy percek óta húzza a igen. lábát. És akkor lejött a pályáról, és 11. perc környékén cserélték le, vagy valahogy úgy, igen, tehát nem sokat volt a pályán. Azóta már olvastam én is, ugye különböző ilyen szurkolói ilyen hozzászólásokat, mm-hmm. és ugye ott is lehetett ezt olvasni, hogy ugye ő tavasszali sérüléssel bajlódott. Igen. Csak akkor azt mondták, hogy rendben van, lehet erre sérült, lehet, hogy teljesen más sérülés, az is lehet, a következő meccsen már probléma nélkül játszik. Az mondjuk beszédes, hogy akit a helyére becseréltek, a 70. percben le is kapták, vagy hogy. Igen, nem is viselte jól. Igen, és Soma mesélt, hogy meg is sértődött teljesen Sevcsenkóra. Igen, nem viselte jól, igen. hogy lecserélték. Igazából lehet, hogy sérülten is inkább Zubkov fog játszani, a következő meccsen, mint hogy Márlos. Azt azért nem gondolom, de hát lehet. No, beszéljünk egy kicsit a magyar-portugálról is. Portugál keret viszont ugye változott az elmúlt napokban, kiderült, hogy mondja pontosan Soma? Cancelo? Cancelo. Na, róla való kiderült, Cancelo. Hogy covidos, úgyhogy őt elkülönítették, a helyére érkezett játékos? Én azért mondom, hogy elkülönítették, de a keretből nem került ki, mert ugye hát most ha 3 nap múlva produkál egy negatív tesztet, vagy nem tudom, koronás lett ő is. Igen, pozitív volt a tesztje. Ha negatív tesztet produkál, akkor ő ugyanúgy visszajöhet. De kettő kell, nem? Kettő negatív. Két negatív teszt, és 72 órának kell eltelnie. Nem ezen hogyha produkál egyet, akkor valószínűleg ott van a következő is, hogy produkáljon még egyet. Úgyhogy szerintem a helyére nem jött senki. Ettől függetlenül de, azért erős az a követ. Ha már választhatunk volna egy játékos, hogy kiessen ki, lettek volna jelöltjeim, mert a Cancelót szerintem tudják pótolni. Például, ha már azt kit nézzük, nem tudtak volna pótolni? Ronaldot? Például, nem. Például szerintem a védelemben jelenleg a világ egyik legjobb védője a Ruben Dias. Na, nézzük, itt vannak a keretek, ugye, akkor most a telefonról puskázva olvasok. Nyilván, tehát, hogy ugye milyen játékosok alkodják. Diego Dalot, AC Milan játékosa, Nelson Semedo. Hát igazából United játékos, mert kölcsönben van a Milánban. Jó, mindegy. Ő a Wolverhamptonban játszik, José Fontelil, Pepe Porto, hát a nagy öreg. Ugye? Hát Fonte is öreg. Rubén, hát azért Pepe-re mondom, a nagy öreg, hát azért mégiscsak, tehát az Pepe. Rubén Dias City, Nuno Mendes Sporting, és Rafael Guerrero Borussia Dortmund, tehát ez a védelem. Igen, a védelemben szerintem nincsenek problémáik. Alapból a portugál válogatott az egy 3 védős felállással játszogatta az utolsó meccsét, ha jól emlékszem. Azért ott is, ha így nézzük, hogy még egy Ruben Dias, egy Pepe, meg egy Guerrero, gyakorlatilag kívánni nem lehet nagyon jobbat, hogy a Pepe 38 éves, vagy már 9. Nem fiatal, közelebb igen. van a 40-hez, mint a 35-höz, ez biztos? Igen, úgyhogy... Jó, a portugáloknál szerintem ez, hogy most egy védőjük kiesett, az nem nagyon lövi meg őket. Hát persze, nekünk szerintem ilyenben nyilván neki is jobbulást kívánunk. Jó, persze, nyilván nem ezen fog múlni, mert ha csak a békeret áll ki a portugál válogatottból, szerintem az se rossz. Tehát azt sem mondanám gyengének. Én úgy nézem, hogy magunkhoz képest megpróbálni egy magabiztos játékot játszani, és egy csapatként jól működő, koncentrált játékkal kimenni a pályára. Nyilván hát nekünk most, ha azt nézzük százalékosan, tehát a saját válogatottunkra lefordítva, azért nekünk van 2 akkora hiányzónk, mint a ház. Mert a Kázsi, ugye a Kalmár Zsoltot, meg a Szoboszlait, most 2 olyan ember, aki Sőt, ha még ott most tovább megyünk, akkor gyakorlatilag pont, hogy a Szoboszlai pótlására állt be mindig Kalmár. Így van, és így ő is lesérült. Tehát tulajdonképpen 2 olyan fontos szelete ennek a csapatnak, és akkora részt vettek ki
ebből a sikeres kvalifikációból, hogy... Jó, de azért azt lássuk be, hogy most lehet, hogy játszik Szoboszlai Dominik, mennyivel nagyobb az százalékos esélyünk, hogy megverjük a... Sokkal, igen? Én azt mondom, mert pont ebbe a csapatba Rossi alatti játékunk az egy elég masszív játékot mutatott, viszont pont középen Szoboszlai volt az a kreatív játékos, utána a Kalmár, akik átvitték ezt támadásba, és most pont ezt éreztem a két felkészülési meccsünkön, hogy jó volt a Schäfer, de ő is védekező típusú játékos. Nagy Ádám, hát te tudod legjobban, hátrafele passzai biztosabbak. Ott van még Sigér, aki úgy támad, de ő is, mindenki védekező típusú középpályás, viszont, és én most azt érzem, hogy a középpályán van nekünk. Glenn Heisler ezek közül az inkább támadóbb szellemű játékos. Igen, csak úgy ő se az a... Nem az a klasszik támadó játékos. Tehát nem az, aki mondjuk esetleg egy-egy olyan ütempaszt, egy-egy olyan belőgybölést esetleg várhatsz tőle feltétlenül. Persze lehet most kettőt csinál, és akkor én fogom a legjobban megütögetni, megpaskolni a fejét, hogy szuper. Persze. De nem, ugye nem az a nem az a kis finesz, ami ott van a Dominikban ilyen fiatalon, vagy ott van a Kalmárban is. Tehát én azt mondom, hogy most nyilván, amit már beszélgettünk az előző adásban is, hogy nekünk itt a realitás szerintem az az, hogy nulla vagy egy pont. Tehát most a top 10 válogatottból hárommal játszunk ezen bocsánat, volt egy mérés, ugye itt a Transfermarkt adataira alapozva összeadták a válogatott értékeket is. Az első 6-ban van mind a három ellenfelünk. Jó. Azt hiszem a franciák a legértékesebbek, harmadik helyen voltak a németek, és talán a hatodikon a portugálok, de mindegy, tehát az a top 6-ba a mi három ellenfelünk. Tehát most véletlenül is azt mondom, hogy hú, hát itt tizi feltett kézzel, dehogy is, nem ezt mondom. De a realitás szerintem, amit mi elvárhatunk jó szívvel a mi válogatottunktól, attól a válogatottól, aki folyamatosan rekordokat dönt meg a veretlenségi sorozatával, igen, és komoly tétmeccseket nyer meg, feljutott a legfelső divízióba, sikerült egymás után a második EB-re is kijutnia. Tehát igenis ettől a válogatottól szerintem az, hogy egy német válogatott, egy francia és egy portugál válogatott ellen, szerintem, hogyha mi egy tisztességes, jó játékkal ki tudunk állni mind a három mérkőzésen. És én pont ma is beszéltünk a kollégákkal, hát nyilván nálunk is most már ez folyamatosan. Persze, mi más lenne a téma. Én azt mondtam, hogy szerintem, ha nem lesz nagy arányú vereségünk, ami úgy demoralizálja az embereket, akkor szerintem, hogyha most kikapsz 2-1-re, 3-1-re, 4-2-re, de lősz gólt, hát már a gól is akkora öröm lesz. Tehát tényleg, tehát a top játékosok ellen fognak, tehát az európai, a világ top játékosai ellen fognak játszani a na és akkor csak így gyorsan, akkor a három magyar meccs, hogy alakult szerinted a csoport, hogy hát ezt nem tudom. Mert én például, én ezt a portugál meccset várom nagyon, mert ott van a legnagyobb esélyünk, szerinted? Igen, hát a portugálokat szerintem mi egy ilyen, tényleg egy nagyon ilyen odaállunk középpályán, ez, hogy három védekező típusú játékosra tudunk kiállni csak, ez ellenük lehet, hogy még előny is lesz. Mert a portugálok kreativitását mondjuk megöljük, és akkor ott bármi, mondjuk egy szögletből, én ott érzek egy ilyen meglepetést, aztán benne van, hogy nem. Én a németek ellen félek, hiába a franciák a nagy esélyesek, én valahogy a németektől nagyon félek, hogy ott viszont belerohanhatunk egy ilyen 3-0, 4-0, akár még. Mert a németeknek ők azért... Hát de várjál már most, ha 6 ponttal kimész a németek, ez már tök mindegy. Jó, én akkor úgy számolok, hogy a franciákkal x-elünk, és akkor 4 pont. Nem, a franciáktól ott valószínűleg kikapunk. Én a portugálok ellen a 3 pont, viszont na csak, hogy mennyire... Ezért amit mondok, hogy ellenben szerintem a portugálok nekem titkos favoritjai ennek az EB-nek. Szerintem címvédés lett. Én meg most pont azt érzem, hogy szerintem a portugálok nem. Szerintem erősebbek, mint 4 éve voltak. Mm-hmm. Nekem meg most és ugye ezzel, hogy a csoport harmadik is tovább jut, mármint úgy értve, hogy nem mind, de talán a... 6-ból 4 tovább megy, vagy nem...
nem 8 csoport van? Nem. 6-ból 4 tovább megy, hát valószínűleg... Na, beszélgetünk a magyar játékosokról, gyorsan nézzük már át ugye a keretet is, hogy ugye a kapusoknál Bogdan, Dibusz, Gulácsi, hát talán Bogdan egy kicsit meglepetés, mert ugye a bajnokság végén ő védett a Fradiban, de hát most én őszintén, nem tudom. Én őt nem vittem volna. Engem is meglepett, hogy Bogdan oda került a keretbe. Csak titraksz oda, tehát ő azért nem, volt, én, már, volt már mondjuk egy ő azért volt már odakint is ilyen, ekkora mennyiségű néző előtt is játszott, érted? Tehát most persze, ugye, ahogy hívják például Puskásnak a fiatal Tóth Balázs. Tóth Balázs most. Hát ő nem nyilván. Ő nyilván egy nagyon ügyes gyerek, de nem tudhatott, tehát amíg nem volt tesztelve, most olyan szempontból, értem, hogy nem játszott még mondjuk 20 ezer ember előtt, mert ugye ő idén robbant be a Puskásba is, és hát idén meg még csak zárt kapus, mert tulajdonképpen csak üres stadionokban játszott, tehát még nem játszott egy Debrecenben 6-8 ezer ember előtt, persze, a Diózsőrbe vagy a Fradi ellen, addig nem tudhatod, hogy ezekre az emberekre ezt hogy hat, mert van olyan ember, illetve vannak olyan emberfajták, akik egy téthelyzetben blokk, és csak a töredékét tudja hozni. Meg vannak azok a szerencsés alkatú emberek, vagy illetve akik arra termettek, hogy ők igenis pont ez dopingolja. Igen, hogy még meg is nyomja a teljesítményét fölfele, és azt az csak előre. Jó, nyilvánvalóan azért az egyértelmű mindannyiunk számára, hogyha mondjuk Gulácsi Péter, ő az ezt első számú. Mondani, hogy ha megsérül, akkor nyilván Dibusz lesz a következő. Hogy egy harmadik számú kapusról beszélünk, és szerintem pont ott egy harmadik számú kapusnál ott inkább megérdemelte volna, valószínűleg nem is fog játszani Bogdán se, viszont pont ezért érzem azt, hogy ott van egy egész szezon mögötted, amiben letettél valamit, és elhívnak inkább egy olyan játékost, aki az utolsó 5 meccsen játszott, vagy 10 hát, maximum. Nem tudom, nem sokat hogy védett, igen. Én még mindig azt mondom, hogy inkább itt a harmadik számú kapusnak, hogy tényleg arról beszélünk, hogy 99% esélye van, hogy hát a fiatal játékos táplálkozhatott volna egy ilyen élményben egyébként. Igen, ott van neki egy élmény, letette az előző szezonban a kesztyűt az asztalra, hogy kapucsról van szó, hogy tényleg én neki adtam volna meg ezt a lehetőséget, hogy kimenjen egy EB-re, mert szerintem Bogdánnak mindegy, ebből hát, a szempontból igen, nem tette azt a teljesítményt, ez hogy megérdemli, hogy ott legnagyobb. Na nézzünk védőket, ugye Bolla Bendegúz, Botka Endre, Fiola Kecskés, Lang, Lovrencsics, Vili Orbán és Szalai Attila. Nekem a védelemmel egyébként olyan óriási problémáim szerintem nincsenek. Szerintem ott vagyunk most a legjobbak. Teljesen jó. Hát nézd meg Vili Orbánt, akit ugye beválasztottak vagy ő lett a Lipcse legjobb játékosa. Tehát gyakorlatilag annak a Lipcsének, amelyik a BL-be is ott volt a végelszámolásnál, tehát mondhatjuk azt, hogy egy világklasszis védőnk van. Igen. A topba tartozó ennyi védőnk. És akkor ott van Szalai Attila is, akiért meg álcsingóznak lassaskán a top klubok. Nála, a Vili Orbánnál és egyébként a Rossi kapitánynál is egyébként olyan jó esett, nem, ez ilyen apró dolgok, de olyan jó esett, hogy a felkészülési meccseken is, ugye neked nyilván mutatták, vagy mutatják mindig ugye a válogatottat, ahogy ugye a kezdő 11 föláll, meg ugye a kispadot is, és akkor olyan jól esett, hogy már Orbán is énekelte a himnuszt, és Rossi is énekelte a himnuszt. Hát Rossi aztán is mondta, hogy tehát, ő, hogy a Magyar Szövetségi Kapitány, neki ez fontos. Én nekem ezek, tehát hogy az Orbán is, és most nem esküdnék meg rá, mert ugye nem kezdett Négó, ha jól emlékszem, de tehát benne vannak ezek, tehát ez jó, hogy megpróbálok ilyen apróságokkal is bekerülni igazán a csapatba. Visszatérve, persze, hát én a Vili Orbánt a elmúlt 10 év egyik legnagyobb fogásának tartom, vagy mert nem kinevelte hát a nem, magyar nyilván, foci, hanem ugye tulajdonképpen így alakult Szerencsénk az élet ő nála, de azt mondom, hogy az egyik legfontosabb lánceme ennek az elmúlt időszaknak. Most tényleg ugye Szalai Attila hát szuper formában van, és tényleg az is lehet, hogy már jövőre még egy lépcsőfokot ugrik, mert elviszi tőle. Az EB-n egyébként egy óriási lehetőség nyílt Szalai Attila. Hát ez egy nagyon nagy reklám. Ez egy nagyon-nagyon reklám lehet. Igen, így úgy haladtak ugye a hetek, hogy elindultunk onnan, hogy eligazolhat a Fenerbahcséból már is, utána jöttek az ilyenek, hogy a Leicesterbe. Az utolsó meg már az volt, hogy az Atletico Madrid figyeli. Egy jó EB-vel most akár azt mondom, hogy nem is az Atletico-ba, de tényleg a Leicester úgy dönthet, hogy jó, hát akkor most bizonyított az EB-n is. Volt jó meccse a franciák ellen, a németek ellen, portugálok ellen, nem is egy
Finnország ellen játszunk, vagy egy Csehország ellen, akkor simán. És egyébként ott van ugye Lovrencsics, ott van Botka, ott van Kecskés, tehát most a Langot is jó védőnek tartom. Lang is ott van, de például szerintem Botka is egy, én kifejezetten szeretem és örülök, hogy a Fradiban van. Ha megnézitek, BL-ben, bajnokságban, igen. És nem mindig, tehát nem alapkezdő, vagy ne, a Rebroknál nem alapkezdő. Még pozíciója sem és, alap, mert mindenhol játszott. És pont ezt akarom mondani, hogy ha belső védőre hozták be, belső védőt játszott, ha jobb szélre, ha bal szélre, teljesen mindegy, hogy hova, szerintem egy, és nyilván mindenki tud egyet-egyet hibázni, nem erről beszélek. Ez benne van. Na de egy olyan kiegyensúlyozott teljesítmény nyújt, és akár több poszton bevethető, én nagyon-nagyon szeretem, és szurkolok. Igen. Én is, én meg Lovrencsicsnek, nyilván nem ő lesz a 90 perces játékos, meg már azt mondjuk a Fradinak a BL szereplése be is bizonyította, hogy Lovrencsics Gergőm azért ehhez a szinthez egy kicsit lassú, meg fizikálisan nem biztos, hogy végigbírja a 90-et, de én nagyon bízom benne, hogy azért egy ilyen 20 perc jut a Lovrencsics Gergőnek, és már nagyon megérdemelni ő is, hogy hazai hát közönség is egy előtt. Tiszta, egy ilyen csupa szívjátékos. Tehát én a Fradiban kifejezetten szerettem pontosan emiatt, mert ő is tényleg, tehát nem tudtam volna rá azt mondani, hogy na, ez, tehát ő tényleg az volt, amit még annó ugye Simon Tibi mondott, hogy lehet rosszul játszani, fogalmazunk így, igen. De lélektelenül soha. Tehát, hogy, és a Gergőnél egyébként én túlnyomó részt mindig ezt éreztem, hogyha nem is találtam, borzasztóan nem találtam. Küzdött, hajtott, ment előre. Ment, kapart, esett, kúszott, mászott, mindent megtett, hogy tudja segíteni a csapatot. Mi most itt járunk, de nézzük meg, hogy azért évek alatt már szépen jönnek föl ezek a dolgok. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az elmúlt évnek vagy éveknek a munkája szép lassan ezeket az eredmények, és nekünk ezek az eredmények, ezeket kell megbecsülni, hogy Zsinórban 3 évben volt európai kupasorozatban főcsapatunk, legalább egy csapatunk ugye főtáblás ott volt, Fradi elbe, aztán BL-be. Bízunk benne, hogy most ez folytatódik, és igen. Legalább egy csapatunk ott lesz. Legalább a konferencia ligába. Aztán ugye a válogatottnak meg hát ez, én azt gondolom, hogy fantasztikus siker, hogy már egymás után 2 EB-n ott vagyunk, hát ugye az meg, ahogy sikerült magad, tehát ugye, hogy a Covid miatt leállás nem lesz a bolgárok ellen. Mert mi már pócselejtező, specialisták vagyunk. Igen, más, tehát most már lehet, hogyha a következőre is pócselejtezőre raknak minket, ott már lehet, hogy már nagyon el akarna minket kerülni, mert... Állom sorsolás. Most már nem lesz. Na gyorsan menjünk tovább, mert fogy az időnk is. Középpálya, Cseri Tamás, Gazdag Dániel, Hollander Filip, Klenheisler, Nagy Ádám, Négó, Schäfer és Sigér. Na itt például én, ha itt meg Sigér ugye a csupa szívjátékos, aki az utolsó másodpercig fut, hajt, nem lehet lelőni, és itt meg én, akitől félek, és pont ezeken a kiélezett fontos meccseken, Kleinheisler. Ugye? Nehogy kiállítassa magát. El tud menni az. Igen. Tényleg oda áll. El tud szállni néha. Kap 2 olyan kis bökést a lábára, és ő az, aki... Megtorolja azonnal. Ha begőzöl, akkor ott semmi más nem lát, utána szalad, és itt viszont sokat számítan egy ember hátrányos, úgyhogy én tőle kicsit félek. De hát tudod, Németországban 6 ponttal érkeznek ki is, amit hagyjuk. Ja igen, mondjuk ott már a piros lap, de utána meg a kieséses szakaszra nem ő úgy. Az igazság, hogy ez nem tudod, hogy kinél, mikor és mind szakad el a célnak, tehát nézd meg, most hosszú évekkel ezelőtt, de nézd meg mondjuk például Zidánt, vagy nézzük meg. Abszolút nem volt rá jellemző az, ami gyakorlatilag a legutolsó meccsén megtörtént vele, és én és biztos vagyok... És a legtöbb embernek Zidánról ez jut az eszébe, nem a rengeteg fantasztikus gólya volt, passzat csele. Így van, és nézd meg, biztos vagyok benne, hogy csípték, rúgták, harapták a védők előtte, folyamatosan 15 évig, vagy 20 évig. Én biztos, hogy szóban is nem egyszer szidalmazták, hiszen ez
ez benne van, ez ugyanolyan, mint a vízilabdában, a sokszor érdekesebb dolgok zajlanak a víz alatt, mint a víz fölött, mert... Ott zajlanak az igazán nagy dolgok, mert ott azért olyan trükköket csinálnak, hogy lábújjal úgy rántja le a másikat a fürdőgatyájánál fogva, hogy ott fullad meg szinte. Tehát, hogy ez benne van a kézilabdában is, amikor a falba csak egy picit oda a bordájához oda csippentesz, vagy, tehát ezek a kis apró dolgok benne. A fociban is igenis szólogatnak egymáshoz. Én sokszor van, amikor a kispadon ülök, nem itt, hanem a stadionban, hogy én meglepődök, hogy miket oda szólnak egymásnak a játék hevében, és aztán 93. percnél lefújják a meccset, és egy perc múlva oda mennek, lepacsiznak, és a játék hevében meg olyanokat oda mondanak egymásnak. Igen. Hát ezért volt jó nekünk amúgy a zárt kapus meccs, mert simán hallottunk mindent. Teljesen. Új dimenzióban láttátok a meccseket. Na még a csatár szekció, ugye a gólkirály Hán János. Na, ott nekem, van. Nekem annyi számít, el sem mondhattam, és már mondja, hogy... Ha egy percet is, de Hán álhasson be az Erdén. Reméljük, hogy minden illetékes hallott a Somának kérdezzük. Hán, Nikolics, Sallai, Sőn, Szalai, Varga, Kevin és Varga, Roland. És Sőnnek örülök egyébként. Én benne látok azért fantáziát. Sőn Szabolcsba. A fantázia megvan benne. Fiatal... Gyors játékos vagyok. Jól cselez. Nézd, én azt mondom, hogy az egész csapatban ott van a fantázia. Igen. Tehát nekünk most, akit érdekel az EB, érdekel a magyar válogatott, nekünk most... Bízni kell Rossziban, mert hiszen ő a szakember, és már bebizonyította, hogy tud jól dönteni, hiszen az eredmények is őt igazolják. Most a rendelkezésére álló játékosok közül őket választotta be, mi nekünk nekik kell szurkolni, és én továbbra is azt mondom, hogy minden gólnak, minden egyes pontnak, hogyha szerzünk, azt iszonyúan meg kell, hogy mondjam, ünnepelni, örülni kell, mert ezek fantasztikus életre szóló élmények, és lehet, hogy megint csak egy lépéssel, de a magyar sportnak, a magyar focinak ez segít, ez mert lehet, egyértelmű. Hogy egy hét múlva mondjuk, most mondok valakit, senkit nem akarok megbántani, mondjuk a Varga Roli lő egy gólt a franciáknak, lehet, hogy egy hét múlva eladnak 10 000 Varga Roli is magyar válogatott meszt a fiatal gyerekeknek. Igen. Mert egy új példakép születik. Igen. De bárkit mondhatok, tehát ha csak a fenekéről pattam be bárkinek a labda, teljesen mindegy. Igen, teljesen ezt akartam is mondani, hogy olyan lenne leégre úgy látni, hogy nem Messi van annak a gyereknek a hátára írva, nem Ronaldo van írva, vagy akár kicsoda, hanem mondjuk egy, tudom én, Nagy Ádám például, Vili Orbán, tehát bárki. És szerintem ezek a játékosok már... És ez már... meg volt 16-ban. Így van. És szerintem ezek a játékosok, akik ott vannak, ezek már meg is érdemlik. Én mondom, tehát én nagyon tudok szurkolni, és én a végsőkig szurkolok, tehát én szerintem lehet, hogy az országban az utolsó 10 emberben voltam, akik még a 16-os EB-nél is reménykedtek, hogy meg lesz, tehát nálunk ebből volt vasárnapi EB-nél, hogy akkor egy perc csönd, és akkor most gondoljuk hát, hogy akkor miről beszélünk tovább, mert ezt nem folytatjuk. Apa az már váltirájtotta, hogy ez már elúszott, mondtam, hogy nem úszott el, még nyomjuk tovább. És aztán végül is csak sikerült, csak összejött ugye a norvégok elleni utolsó párharc is. Vicces volt egyébként, mert pont azon a nyáron kint voltunk Horvátországban nyaralni, és egy kétszintes házból az első emeletet vettük ki magunknak, és fölöttünk meg egy norvég család lakott. Nem beszélgetünk, csak köszöntünk egymásnak illedelmesen, ők is, mi is. Aztán egyik nap nem bírtam a véremmel, és csak úgy halkan így, hogy mentünk egymás mellett, elmozsoltam Klenhezernek a nevét. Ja. Lesz még oszló, hajdusz a boszló, mi? És visszafordult a fickó, Klenhessler? Tehát tudtam, miről beszél. Úgyhogy én mondom, én nagyon-nagyon szurkolok neki, szerintem sok százezer magyar emberrel együtt, vagy akár milliónyi magyar emberrel együtt. És hát fantasztikus lesz. Én nagyon bízom benne, hogy a szurkolók pedig mindent kiadnak magukból, de szerintem ezt nem is kell külön kérni, mert itt... Nem, itt, ez az első másodperctől az utolsóig szerintem eredmény. Nem is, hogy az első másodperctől már a mínusz 5. órától... Úgy futnak ki a bemelegítése, már ott olyan, tehát szerintem már ott félház lesz. Én ahogy néztem
a híreket, hogy, hogy mikor vannak a különböző találkozási pontok a szurkolóknak, és hol, hol egyesül a tábor teljesen. Tehát jó, jóval hamarabb ott lesznek, és szerintem nem fog múlni rajtuk. Tehát én nagyon bízom abban, hogy, hogy tényleg ez a plusz löket, amit megkaphatnak, mert hiszen tegnap is, meg az összes meccset jó volt látni nézők előtt, ugye megint visszakanyarodunk ide nézők igen. előtt. Na de hát a Wembley is, hát hogy, édes Istenem, hogy nézett ki? Tehát ugye nem tudom hány százalékra voltak. Hát 25 talán. Tehát ugye borzasztó fokhíjas volt, meg ilyesmi, pont a futball ős hatájában. Döntenék úgy egyébként, hogy mivel csak nálunk engedik ezt a 100%-ot, ugye a járványügyi helyzet miatt, hogy ugye jól alakultak a számok, hogy én az UEFA-jében simán azt mondom, hogy na akkor döntő Budapest. Na igen, és ez a baj, hogy nem hogy nem így döntenek, hanem ugye a Wembley-be lesz hát, a négyes döntő, az elődöntők is, meg a döntők igen. is. Hát igen, csak ugye a Wembley meg pontosan meg hány férőhelyes? 85 ezer talán. Hát azért 85, ugye mennyi az plusz 15 ezer? Na jó, csak képest. Ott ugye a 25%-át töltheted meg. Itt meg... Mondjuk ott még fenntartják a változtatás jogát, ha jól tudom addig. Hát, mindegy, ezt majd meglátjuk. Hát, de az a jó, hogy nem is nekünk kell dönteni. Persze, Németországban és Münchenben is talán 14 ezer szurkoló lehet összesen. Hát az se lesz egy szép látvány. Nem, ott valami 20-valamennyit. Már el növeltek rajta akkor? Hát figyelj, most ezzel nem tudsz mit kezdeni. Mi tegyük össze a két kezünket, és mondjuk örüljünk annak, hogy így alakult, és bízunk abba, hogy ez semmi negatív dolgot nem fog maga után hozni. Tehát reméljük. Mindenki egészséges lesz a torna után is. No, hány pontunk lesz a csoportban? Meg tegyük hozzá, hogy akkor ha már jó, akkor még vegyük ki a szívet, mert úgyis mi nyerjük az EB-t. De ha nem mi nyerjük, akkor ki fog jönni. Ha nem mi nyerjük, na, szerintem 4 pontunk lesz. Brazilok esélyesek, nagyon mindig. Szerintem 4 pontunk lesz a csoportból. Ja, nem mondod, hogy ki nyerjük a rajtunk kívül. Szerintem Portugália nyeri meg az EB-t. Szerintem 2 pontunk lesz. 2 pont, és szerintem a franciák megnyerik. Szerintem a franciák. Szerintem 3 pontunk lesz, és a belgák nyerik. Az erős tipp. Figyelj, itt ha megállunk és lesz 3 pontunk, Dávid van a középúton 2 között, szerintem az borzasztó elégedettséggel fog ezt. Igazából, ha belegondolunk, a 2 ponttal is valószínűleg tovább jutnánk, mert 2 nagy csapattól elvettünk pontot, meg egymással nem nyerhet mindenki. Persze. És a 2 ponttal is szerintem tovább mennénk. Hát volt a 16-os EB-n volt 2 pontos továbbjutó. Igen. Hát, meg mondom, várom, ott vagyunk, tudjuk nézni, azt... tudunk szorítani magunk, nem az, hogy na, ez a Fradiban játszik, vagy igen. ez a Kispestben játszik, vagy ez a... Hanem végre, tehát megint az, hogy magunk fiainak tudunk így szorítani. Igen. És az lenne a jó, hogyha elérnénk azt, mint 16-ban volt, és ez most egy dokumentumfilmből derült ki, hogy a egyik magyar védőnek azt mondta a Cristiano Ronaldo, a magyar portugálon 10 perc volt vissza, vagy kb. Annyi, Elek Ákos kapufája után, hogy figyelj, most már csak passzolgassatok már, ne csináljunk semmit. Ugye az mentette meg a portugálokat, hogy végül igen, tovább mentek nekünk, és jó volt nekik is. Na, egy ilyet súgna oda megint Ronaldo valakinek... Most már előjöttek meg a negyediket. Na, ez legyen, így van. És akkor a végszó is ez legyen. Folytatjuk majd akkor a beszélgetést, és akkor szurkolunk természetesen a magyarok. Hajrá Magyarország. Köszönjük a figyelmüket, szurkoljanak önök is a magyar labdarúgó válogatottnak. Kedden tehát 18 órakor Magyarország Portugália, majd pedig szombaton 15 órakor Magyarország Franciaország. Még egyszer hajrá Magyarország. Köszönjük, hogy minket választottak és néztek minket. Viszontlátásra. Ki nyert, miért nyert? Vélemények a sportvilágból. Üljön le ön is a kispadra, ahol még az egyetértés sem kötelező.